9. évfolyam, mi lesz, ha rohadnak a jéghegyek. A kísérlet bemutatásához egy főző pohárba a vizet töltöttem körülbelül 3/4 részig, és jégkockát fogok belehelyezni. A filtor segítségével megjelöljük, hogy hol van a víz a főző pohárnál. Majd egy kis idő múlva, hogy elolvadtak a jégkockák, ismét megnézzük. A kis idő elteltével a jégkockák elolvadtak, és megnézzük, hogy a vízszint és a filtorral jelölt vonalnál van-e különbség. Ugyanott van, tehát ezzel a kísérlettel a tengert és a jéghegyeket próbáltam szemléltetni. A jégkockák elolvadtak, de a vízszint nem emelkedett, tehát ez azért történt, mert annyi víz keletkezett az elolvadt jégkockából, amennyi kiszorította a víz térfogatát is.